kéne, legalábbis abból indulunk, hogy esetleg valaki el akar menni 4 óra, 5 óra tájékában, 6-kor esetleg. Na, szóval azt mondtam, hogy a következő lépésben azért csak úgy felvezetésképpen igazából pár alapvető, nem túl sűrűn a használ, de nem is túl bonyolult parancsról szeretnék pár szót ejteni, hát itt fölcsoroltam keményen 7 parancsot. Ez a 7 parancs olyan, hogy ebből egy, na azt hagytam ki egyébként az első verzióban, az az, ami kell. A többi az csak jó, ha tudsz róla, mert azért viszonylag sűrűbben előforduló, gyakrabban jellemzően nem szükséges szoftverről van szó. Tehát a legfontosabb parancs, ami ebben a listában szerepel, az teljesen egyértelműen a password. Ugye már itt a telepítés során, emlékezünk rá, mind a karakteres felületű a szerver telepítés, mind a grafikus felületű a desktop telepítés, valahogy egyszer azt mondta, hogy mi a gépnek a neve, és egyébként téged hogy hívnak, és mivel jársz. Na most, ez oké, okay, tehát a telepítés során a rendszerbe én fölvettem egy felhasználót, sőt a jelszavát is beállítottam. Na de hát egyrészt, mi van akkor, ha én a későbbiek során szeretnék újabb felhasználót? Másrészt, mi van akkor, hogyha valamiért ez a felhasználói jelszó, mondjuk úgy, hogy elavultá válik? Most ilyen céges policikről nem beszélünk, beszéljünk inkább a gyakorlatról. Olyan is megtudta, akinek nem kellett volna. Ebben az esetben azért általában időleg változtatni. Na most, természetszerűleg az, hogy hogyan kell új felhasználót fölvenni, az még nem itt elhangzik el, mert ugye nem igazán alap dolog, sokkal inkább adminisztrációs feladat, de mondjuk az, hogy én, mint felhasználó szeretném megváltoztatni a jelszavamat, ez azért nem egy feltétel nélkül elutasítandó valami. Természetesen én is tudom, hogy vannak olyan céges szabályok, előírások, amelyek azt mondják, hogy például a felhasználó nem változtat csak úgy magától jelszó, majd én adok neki, dögölj te meg. Akkor is meg fogod jegyezni, ha nem akartad. Ennek ugye következménye, hogy megjegyzi, nem fogja, de föl lesz legalább írva valahova. Monitorra, billentyű talpára, ide-oda, amoda. Vagy a kedvenc történetem, ami úgy hangzott, hogy nagyon felsőről jött az utasítás, hogy csináljanak valamit, mert nem tud bejelentkezni a nagyon-nagyon nagy ember. És amikor a fél órája tesztelték, hogy a felhasználó nincs kitiltva, a hálózatról a gép nincs letiltva, minden baromi jó, akkor jött a végső elkeseredés, de talán mégiscsak elfelejtette a tisztelt kollega úrannan a égből a jelszót, aki határozottan tagadta. És aztán, amikor természetesen, igen, köszönöm kiegészítést, és amikor már negyed órája vallották egymást, akkor mondta, hogy azért tudja biztosan állítani, hogy nem felejtette el a jelszót, mert hogy az a jelszó, hát ugye a szabályokkal nem tudom, egyébként föl van írva. Rendszergazda néz, mert ő is gondol, de sehol nem látta a nyomát, amikor is így rámutatott a monitorra, hogy hát a monitor típusa az ő jelszava, mire az úr mondta, hogy az Isten pénteken cseréltünk monitort. Na most? Na, szóval maradjunk annyiban, időnként van olyan, hogy jelszót kell változtatni, sőt olyan is, hogy lehet. Ebben az esetben karakteres felületen ez a ASVD nevű parancs szolgál. Erre a műveletre hihetetlen primitív jószág, amennyiben ugye engedélyezett az adott művelet, akkor azt mondja, hogy egy, kérem egyszer a régit, nyilvánvalóan ugye ezzel biztosítva azt, hogy ha rám jön a hasmars, akkor legalább kitiltani ne tudjanak a gépemről. Mert ugye sok mindent lehet, de azért a jelszavamat nem tudja majd megváltoztatni. Majd miután sikerrel begépeltem a régi jelszót, akkor kétszer egymás után megkéri az újat. Na most ezzel kapcsolatban mindenki ismeri a rém történeteket, a magyar billentyűzet, angol billentyűzet, német billentyűzet, francia billentyűzet, kverc v, kverc y, akverti és így tovább. Tehát ilyen problémák persze itt is fönnállnak. Nyilván ezen nem segít az, hogy ő kétszer megkérdezi ezt, nyilván csak azon segít, hogy legalább az elképedést ki lehessen küszöbölni, ezt se sikerül minden esetben. Én egyszer egy áldó hétig telepítettem egy oprendszert, ezt komolyan kell venni, tehát hétfőn elkezdtem, hétfő délután nem tartottam sehol, kezdtem előről. Kedden is, szerdán is, és pénteken kész voltam, és mondtam a kollégának, hogy kéne a rendszer gazdajászolni, azt mondtam.
és mondott valamit. De ilyen stílusban gépeltem, mert tényleg kiválasztott egy jó jelszót. Hétfőn bementem, beszeretnék jelentkezni. Te jó Isten, mi volt az a jelszó? Incorrect. Incorrect. Harmadik incorrect. Root locked. Mondta a rendszer, és azzal kizárta a rendszergazdát a gépből. Úgyhogy nagyon jó volt, mert második héten is kezdtettek telepíteni. Tehát ezeket persze nem lehet igazán jól kizárni. Azt, hogy elgépelem, azt a kétszeri bekérdezés megpróbálja kiküszöbölni. Nyilván azt, amikor nem jövök rá, hogy ezen ugye a magyar billentyűzet van, de angol kiosztásra beállítva, tehát nem otthon az óva nulla izé, hát az benne van a pakliban. Na most, erről annyit, hogy a korábban többször emlegetett rendszergazda Linuxos világban extra jogosultságokkal rendelkezik. Ő mondhatja azt, hogy password és egy felhasználói név, és ezzel ugye bárki más jelszavát is meg tudja változtatni. Tőle természetesen a rendszer nem kérdezi be a régi jelszót, az azért elég ciki lenne. Na most, a továbbiak azok az ilyen futottak még kifejezetten a példára jó jellegű parancsok. Hát ugye az echo az azért hála jó Istennek kitalálható, nagyon egyszerű parancs. Amit mögé írok paramétereket, azokat ő kiírja úgy, ahogy van, illetve ahogy én begépeltem. Ez persze nem ennyire egyértelmű, mert mondjuk, ha én három szó közt gépelek két szó közé, akkor ő ennek ellenére egy darab szó közt fog a két szó közé gépelni. Meg vannak ilyen vicces tulajdonságai, hogyha azt mondom, hogy echo, és nem adok paramétert, akkor ugye átlag földi halandó azt mondaná, hogy akkor nyilván nem ír ki semmit, ellenben az echo azt mondja, hogy én azzal fejezem be, hogy egy sorrendet írok. Tehát ha az echo paraméter nélkül indítom, akkor nyilvánvalóan egy üres sort fogok kapni. Ezzel kapcsolatban egy eléggé rendszeresen visszatérő ilyen anyázás kategória, hogy milyen szemétség már itt van az a szerencsétlen echo. Ha azt mondom neki, hogy echo alma, akkor kiírja, hogy alma. De amikor azt mondom, hogy echo, akkor miért nem ezt írja ki, hogy mert ő akkor is kiírja az üres sort. Ez ilyen filozófiai mélységekbe vezetve, hogy a semmit mégis hogy kéne visszaírni. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy ha te azt akarod, hogy ő ne írjon ki semmit, akkor ne futtasd be az echo parancsot. És ezzel a problémát megoldottad. Nyilván van egy olyan helyzet, amikor ez nem ilyen triviálisan megoldható, de általában ez teljesen normális dolog. Echo valami ki fog írni a valamit. Na most, a date az megint egy ilyen legalább könnyedén kitalálható funkciójú parancs. Kiírja nyilván az aktuális dátumot, annyival több, hogy az aktuális dátumon kívül az aktuális időt és az aktuális idő zónát is kiírja, amit a gép gondol. Hát ezt itt most inkább nem adom ki egyik virtuális gépben, mert aztán kiderül, hogy olyan szépen elmagyaráztam az órabeállítást, azt nem jó, mondjuk. Majd amikor már leteszteltem, hogy jól működik, akkor majd megnézzük. Na most, ID, azaz identity, ugye többször elhangzott, login név, user azonosító, illetve csoportnév és csoportazonosító. Na most ez a bizonyos ID parancs pont ezeket az infókat írja ki. Annyi, hogy mint említettem, elvi szinten lehet, hogy egy felhasználó több csoport azonosítóval rendelkezik, ahogy mondasztották, több csoport tagja, ebben az esetben van egy ilyen harmadik oszlop a kimenetben, amiben az van, hogy groups, és akkor szépen fel vannak sorolva szóval egyéb csoport, név plusz csoport azonosító, amelyeknek én még tagja vagyok. Ezt ugye mondtam, egy felhasználó egy csoportnak mindenképpen tagja. Az egyébként, hogy hogy hívják a csoportot, mi az a csoport, aminek te alapvetően tagja vagy, az a rendszer gazda beállításán múlik. Most független attól, hogy ugye itt láttunk, felhasználó nevet kért a telepítő, de csoportról egy árva hang nem volt. Tehát itt van valami alapbeállítás. Ebben egyébként az egyes Linuxos terjesztések eléggé egységesek. Én olyannal még nem találkoztam, amelyik még csoportot is kérdezett volna a telepítés során létrehozott felhasználónál. A később létrehozottaknál általában már van rá lehetőség, hogy én ténylegesen előírjam, hogy mi legyen az a kötelező egyetlen csoport, aminek ő tagja. A groups parancs az ugye ennek egyfajta
módosított verziója semmi egyét kiírja, hogy én, mint felhasználó, milyen csoportok vagyok. Csoportoknak vagyok tagja, tehát itt nem lesznek csoportazonosítók, nem lesz user name, user azonosító, csak kizárólag ez a csoport felsorolás a kimenetben. Na most, a who parancs megint többé-kevésbé logikusan kitalálható, ugyebár elhangzott, hogy elvileg ez egy multi-user környezet, tehát elvileg semmi akadálya annak, hogy egyszerre nem egy, hanem két, három, öt, tíz ember van bejelentkezve. És ugyan nem játszottam végig az előzőekben, de ugye mutatta, hogy itt a grafikus felület mellett van egy karakteres felület is, és ez a bizonyos karakteres felület biztosít nekem újabb bejelentkeztetési lehetőséget, és elvileg akár megtehettem volna azt is, hogy és ténylegesen be is jelentkezek. Na most hát a hú ezek után kitalálható, azt mondja meg, hogy ki, illetve kik vannak az adott pillanatban bejelentkezve, és amennyiben én nem csak egyszer, hanem mondjuk egyszer egy karakteresen és egyszer egy grafikusan, egyszer lokálisan, egyszer távolról, vagy többször jelentkezek. Kicsit életszerűbb, hogy egy szerverre sokan SSH-val van. Vagy ugye normális esetben, amikor nem a én saját kis desktopomon játszom azt, hogy én vagyok Dr. Jekyll és Mr. Hyde, hanem egy rendes, tisztességes, több felhasználós gépre jelentkeznek be különböző emberként, és ugye végzik a dolgokat, hát akkor ugye ebben a hú kimenetében lehet ezt ellenőrizni, mert gyönyörűen mutatja, hogy ez bejelentkezett ekkor, ez ekkor, ez ekkor. Hátulütője az szokott lenni, amikor mindenki ugyanazon a néven jelentkezik be. Nem véletlen, hogy ma egyre inkább az a trend, hogy fogjuk végre föl azért több felhasználós a rendszer, hogy a több felhasználót tudjuk megkülönböztetni. Tehát igenis legyen mindenkinek saját azonosítója, igenis akár egy távoli rendszerre, a rendszer adminisztrátorok is mindenki a saját nevével jelentkezzen be. És ebben az esetben legalább le lehet kérdezni, hogy kik azok, akik ott vannak. Eléggé zűrös, amikor ugye annyit látom, ben van 13 adminisztrátor. Ki csinálta azt a géppel? Hát azt csinálta a géppel, hogy, és ki is volt? Hát root. Oké, de ki? Na most ez az, ami eddig nem hangzott el, a robot, vagy ugye szép elegáns kiejtéssel root nevű felhasználó, a Unixos világból jövő hagyomány a rendszergazda általános bejelentkezési nevére. Ez ügyben egyébként a desktop Linuxok elindultak egy másfajta megközelítés irányába, lesz majd az adott parancsról konkrétan szó. Ma általában azt tartják preferáltnak, hogy mindenki, akár felhasználó, akár rendszergazdajogokkal dolgozik, rendelkezzen saját bejelentkezési névvel, és igenis mindenki a saját nevén jelentkezzen be, és még ha van is root nevű felhasználó, még ha be is állítottunk hozzá esetleg rendszergazdajelszót, akkor sem ezt a nevű felhasználót, illetve az ő jelszavát használjuk. Egyébként ugye, ha itt föltűnt, a telepítés során szó nem volt a rendszergazdáról. Egyébként az Ubuntu az most pont ugyanúgy működik, mint ahogy egyébként a standard Windows-os mechanizmus, hogy aki elsőként a rendszerbe felhasználóként föl van véve, az ugye a Windowsban az adminisztrátor csoport tagja. Itt meg rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy ő válhat adminisztrátorrá, aminek természetesen van egy saját beállítható része, azaz, ha szükséges, akkor persze bármikor föl lehet újabb adminisztrátorokat venni. Na, és hát ugye a vicc az, hogy álmaimban egy Unix-szal, Linux-szal foglalkozó és legalábbis kezdőknek is szóló tanfolyam gyakorlatilag első oldala az ez. Eddig még ugye ott sem sikerült, ahol én írtam a tananyagot, de itt már legalább valahol az elejére került. Azaz, az én tapasztalatom az az, hogy az informatikus annyival jobb a többi humanoidnál, hogy legalább néha rá lehet beszélni dokumentáció olvasására. Ugye a nem informatikus felhasználó az ilyen szempontból nem létezik. Olyan, aki dokumentációt olvas, az gyakorlatilag fehér holló kategóriába tartozik, pláne amíg azt is elvárom, hogy értse is, hogy mit olvas.
De a lényeg az, hogy azért elvileg egy jól konfigurált, jól telepített rendszer elég sok használható dokumentációval rendelkezik. Unixos, Linuxos körök ilyen szempontból tulajdonképp kiemelkedőek. Általában, ha én föltelepítek valamilyen alkalmazást, akkor a telepítés során az alkalmazáshoz tartozó dokumentáció ugyanúgy föltelepül. Nyilván ezzel nem mondok semmit, hát a legtöbb grafikus Windows-os eszköznél van a help gomb, és a szerencsém van, akkor nem a copyrightot meg a fejlesztette info fogja kiírni, hanem valamivel többet. Itt ugyanez a helyzet, ha szerencsém van, van hozzá dokumentáció, amely dokumentáció elérésére van egy erre a célra szolgáló parancs, ezt hívják úgy, hogy MAN. Nyilván kitalálható, hogy MAN, mint manuál, vagy hát ugye angolosabban manual, és ezt hívják, pontosabban a gépen elérhető, hálózat közreműködése nélkül elérhető dokumentációt hívják online manualnek, ami kicsit vicces, mert itt attól online, hogy a gépen van. Minden egyéb esetben ugye attól online, hogy valahol a neten van. Itt ennek ellenére ez a kifejezés, ez a gépre telepített dokumentációt takarja. Na most, a MAN, tehát mint standard parancs szolgál, tulajdonképp az egyéb parancsok dokumentációjának elérésére. Ennél persze a dolog kicsit bonyolultabb, mert mindenféle egyéb, nem csak parancsokhoz tartozó dokumentáció elérésére szolgál. Kicsit csúnya leszek, mintha azt mondanám, hogy a regisztri leírását is meg lehet kapni ilyen-olyan-olyan módon. Azaz, itt is vannak olyan rendszer szintű adatbázisok, konfiguráció, amelyek nagyon precíz helyen tárol, nagyon jól körülhatárolható formátumú fájlok. Írják le, hogy és akkor ez így működjék, és valahol van egy dokumentáció, ami leírja, hogy na kérem, ez a fájl itt kell, hogy legyen, ilyen néven, ilyen felépítéssel, ezt jelenti, vagy azt írod, azt jelenti. Ugyanebben a manuálban szerepelhetnek fejlesztőknek szóló információ. Ha egy programban arra van szükséged, hogy, akkor azt a mechanizmust kell alkalmaznod. És akkor erről szokott lenni egy manuál oldal, ahogy a dokumentáció részeit nevezik. Na most, a kézikönyvlapok fejezetre vannak osztva, a fejezeteket hagyományosan számokkal jelölik, hagyományosan 1-től 8-ig. A lista kiemel ebből a 1-től 8-ig tartományból három érdekesebb fejezetet. Az első, a legfontosabb, az egyes fejezet ugyanis azokat a parancsokat, és nyilván azon parancsok dokumentációját tartalmazza, amely parancs minden felhasználónak az ő rendszergazdajoga van vagy nincs, tulajdonságától függetlenül általában elérhető. Félreértés ne esik, itt most azt kell érteni alatta, hogy van egy általános felhasználó, aki semmilyen módon nincsen, hogy mondjam, jobban korlátozva a többinél, mert persze lehet olyan, hogy én bezárom őt egy eléggé szűk homokozóba, és azt mondom, hogy te ezt a 4 parancsot éred el. Elég frusztráló, amikor egyébként 600 parancs doksiát elérem, csak a parancsot magát nem. Tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy azok, amik elvileg minden felhasználó számára elérhető parancsok, azok dokumentációja van az egyes fejezetben. A 8-as fejezet hagyományosan úgynevezett maintenance tools, azaz a rendszer karbantartásához, a rendszer ilyen-olyan adminisztrálásához tartozó dokumentációs gyűjtemény, azaz technikailag azok a parancsok lesznek ebben a fejezetben dokumentálva, amely parancsokhoz már kell a rendszergazdajogosultság. Elvileg egyébként ez teljesen tiszta, nagyon szépen elkülönül. Időnként az ember haja égnek áll, amikor konstatálja, hogy jé, az én parancs az a 8-as fejezetbe érhető el, holott én, mint Kovács Szászlán Méla be tudom futtatni. Az U parancs meg az 1-esben van dokumentálva, azt mégiscsak kellhez hozzá a rendszergazdajogosultság. Erre nem lehet jobban kifejezést találni, mint az, semmi, ez egy dokumentációs hiba általában. Nyilván, hogyha valaki ilyen nagyon-nagyon pozitív a világgal, akkor ilyenkor jelezheti a dokumentáció írójának, hogy rosszul van kategorizálva.
Nem jellemző egyébként az ilyen jellegű önzetlenség, de elviszinte persze lehet. Na most, hát a listában az utolsó elem, ezt mondjuk, aki Unixozott vagy Linuxozott, az esetleg tudhatja, nem nagyon szokták tudni, hogy mi az Isten a hatodik fejezet kézikönyv lapjainak tartalma. Sajnos a mögé írt jelölés az eléggé jelzi, ugyanis ez tényleg jó lenne, ha fel lenne töltve. Ez ugyanis a GAMES szekcióhoz tartozó dokumentáció. Manapság meglehetősen csekély számban tartalmaz valódi dokumentációt, lévén, mint mondtam, gyárilag azért eléggé kevés játék van. Na most, a valós probléma a következő. Ugye egy dokumentáció akkor ér valamit, ha azt olvassák, és ha tudják, hogy hogyan kell használni. Na most ebből ugye általában az első pontnál mindenki elbukik, ehhez képest a manuál még a másodiknál is. Ugyanis, hogyan kell használni? Nyilván az lenne az ideális, ha lehetne mondjuk úgy megtanulni egy ilyen Linuxot, hogy azt mondom, hogy akkor én most elolvasom az összes A betűset. De ilyen nincs. Arról nem beszélve, hogy állítólag Radnót így megtanult franciául, de átlagembernek ez nem megy. Állítólag ő ugye szótárból elindult az A betűnél, és így haladt. Szóval nem jellemző ez a fajta szemlélet, de még csak ráadásul nem is támogatott. Hanem van az, hogy a man úgy működik, hogy man és a parancsnév, amihez tartozó dokumentációt te szeretnél elolvasni. Szerintem világos, hogy ez ilyen rókafogta csuka, hogy nagyon jól tudnám használni a rendszert, ha ismerném a parancsokat. Mert ha ismerném a parancsokat, el tudnám olvasni a dokumentációját. De mivel nem tudom a parancs nevét, ezért nem tudom elolvasni a dokumentációját. Erre én általában azt szoktam mondani, mindjárt visszajövök egyébként, hogy a dolog baromi egyszerű. Egy parancsot már ismerünk, a man-t. Tehát man-man. És ha azt is tudod, hogy a legtöbb dokumentációban vannak egyéb dokumentációra vonatkozó hivatkozások, akkor már is készen vagyunk, akkor ilyen ABC elejétől a vége felé stílusban, csak billóugrásban haladunk, végig lehet venni a dokumentációt, mert azt mondom, hogy man-man. Látod benne egy hivatkozást, miért végigjutottam a man-man, akkor azt mondom, hogy man-izé. Abban is van egy hivatkozás, abban is van egy hivatkozás, és szépen, lassan, elég sok kitérővel ugyan, de azért meg lehet találni az összeset. Sajnos ezt az legtöbb ember egyszerűen nem hajlandó bevállalni, hanem jönnek ezekkel az ilyen fixa ideák, hogy már pedig mondd meg, hogy az hogy működik, és hogy hívják, és honnan lehet azt tudni. Na most hát akkor, mint említettem, visszalépek. Erre két lehetőség is van. Minden kézikönyv a felépítése eléggé egységes. Általában van valami címsor, egy ilyen egy-két soros rövid szinopszis, mégis miről szól ez, egy leírás arra vonatkozó, hogy hogyan kell paraméterezni, fogadopciókat, ezeket, fogad felhasználó nevet, e-mail címet, könyvtár nevet, gépnevet, akármilyen paramétert. És utána jön jobb esetben két oldal, rosszabb esetben 600 oldal, ahol leírja a működését, hogy ez az opció, ezt csinálja, ez az opció, ezt csinálja, ha így paraméterezed, ez a vége, ha úgy, akkor az. Ha hibát talál, ez lesz az eredménye, ha jól sikerül, az lesz az eredménye. És mint mondtam, a végén egyébként van egy olyan, hogy see also, és egyéb. Ha ez téged jobban érdekel, akkor még nézd meg ezt, meg ezt, meg ezt. Na most, a manuál oldalakból általában automatikusan létrejön egy adatbázis, amely adatbázisban te két formában kereshetsz. Az egyik a man-k és egy kulcsszó, a másik a man-f és kulcsszó. A man-k esetében az almát meg fogja találni az almafa szóban, a man-f esetén az almát csak önálló szóként állva találja meg a rendszer. Azaz, hogyha elkészült a kézikönyvlapoknak ez az úgynevezett adatbázisa, akkor abban azért már el lehet kezdeni keresgélni. Nyilván a keresgélés egy eléggé nehézkes lépés,
általában föladják a kezdők viszonylag hamar, mert iszonyatosan frusztráló tud lenni. Végül is az algoritmus a következő. Szeretnék valamit megcsinálni, nyilván akkor megfogalmazom a lehető legtömörebben, hogy mit is akarok. Megfogalmaztam. Lefordítom angolra. Angolul is egy kicsit még ugye csiszolgatom, dobálom el a fölösleges sarlatban. Előáll egy két-három szóból álló kifejezés, ami már tulajdonképpen eléggé tömören és egyébként eléggé távolról leírja, hogy mit szeretnék csinálni. Itt jön a neheze, ebből a kifejezésből ki kéne választani a kulcsinformációt. A következő példát szoktam felhozni, általában bejön. Elektronikus levelet szeretnék írni, mert tudom, hogy lehet. Ekkor ugye jön az ember, hát direkt nem vagyok informatikus, tehát azt mondom, write a letter. Ez persze minden éppelméjű informatikus, meg aki tud angolul, tudja, hogy a lehető legrosszabb fordítások egyike. De azért elindulni lehet vele. Oké, write a letter. Ha az ő a kulcs szó, akkor itt buktam nyilván. Nyilván a write és a letter valamelyike, mindenki súlyozza magának, az egyik az egyiket, a másik a másikat fogja kipróbálni, és nyilván mit mond? Man minus k write, man minus k letter. Két jellemző találati választ szoktam kapni, egy nulla találat, kettő 75 000 találat. És ugye minden találatban van egy ilyen egysoros leírás, hogy amit az elején van a sornak, az erre vonatkozik. Tehát úgy ránézésre be lehet sakcolni, hogy úgy valószínűsíthető-e, hogy ez az. De hát nyilván egy rossz kulcsszó esetén ez piszkosul nem működik. Nyilván az ideális az az, amikor a találatok száma valahol 10-20 környékén van, mert annyit még az emberek hajlandók esetleg megnézni. Na most a nulla találat az nagyon rossz. A nagyon sok találat az éppen csak egy fokkal rosszabb, mert hát kiolvas végig 10 000 találat. Valaki már volt, aki a Google keresésben minden találati linket végignézett. Tehát azért eléggé sajátos keresést kell adnod ahhoz, hogy olyan kevesen legyenek a találattal. Itt ugyanez a helyzet. Ez az a pont, ahol el szokták veszíteni a fonalat, meg a türelmüket, meg ugye egyáltalán az érdeklődésüket a rendszerrel kapcsolatban. Nyilvánvalóan, ha te például egy fokkal jobban fordítasz és mondod, hogy nem rossz a letter, de azért mégiscsak mailnek hívjuk, meg lehet, hogy nem write, hanem send, meg lehet ezt még sakkozni, akkor esetleg jobb. Életem első nagyon nagy buktája egyébként az volt, hogy a FreeBSD-hez meg akartam csinálni a magyarítást, mert tudtam, hogy lehet. Azt is tudtam, hogy localization-nek hívják, és azzal kezdtem, hogy és leírom, hogy a magyar nyelv szabályai szerint, hogy megy a rendezés. Azt is tudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy collating. Tehát mondtam, hogy man minusz k collating, és eléggé fájt, hogy egy nyomorult találat nem volt. És egy darabig küzdöttem, aztán feladtam, beüvöltöttem egy levlistára, onnan 3 perc múlva jött a válasz, mondtak 3 parancsot, megnéztem a 3 parancsot, és elkítettem, hogy miért nem találtam meg. És kiderült, hogy azért, mert én azt mondtam, hogy collating, ő meg azt tartalmazta, hogy colla te. Úgyhogy akkor egy kicsit így éreztem, hogy ajaj, kopik itt a teteje. Jó, próbáljuk meg a gyökét megragadni, mondtam, hogy man minusz k collate, jé, kiadott még 4-et. Azon kívül, ami ugye a valós találat volt. Na most ezt, amikor az ember először eljut ilyen szintig, az egy nagyon jó dolog, de előtte még 1000-szer nem talál. Tehát sokáig tart, mire tényleg meg lehet fogalmazni azt, hogy kell azt a keresést úgy megadni, hogy értelmes legyen a válasz. Igazság szerint ugye a man minusz k, man minusz f, majd, hogy nem pont ugyanazt csinálja, érdekessége, hogy mint látható, ez éppen két olyan opciója a man-nak, amire egyébként saját parancsot is hoztak létre, tehát éppen azt is mondhatod, hogy apropos kulcsszó, ahelyett, hogy man minusz k kulcsszó, vagy what is kulcsszó, ahelyett, hogy man minusz f kulcsszó, ez ilyen ki hogy szereti, ki hogy tanulta jellegű dolog, mind a kettő ugyanolyan jó, lévén ugyanaz. Fizikailag, tehát ha majd valamikor eljutsz odáig, hogy lesz saját Linuxos géped, kipróbálod, megnézed azt, hogy man, akkor meg fogod benne találni. De igazság szerint a minusz F funkció helyett
használhatnál a másikat. Na most, itt egy példa, pontosabban itt két példa látszik, ugyanis azt mondta, hogy kezd az, hogy man-man. Ugye volt egy oldal, 7 teljes parancs szerepelt rajta, csak ugye a man még nem is szerepelt. Előtte volt az exit, a logout, tehát ma már 10 parancs azért elhangzott. Azaz elvileg olvasni való volna. Ma most már csak az a kérdés, hogy lehet-e olyan, hogy én látszólag jól adom meg a keresést, a dokumentáció lekérését, és nem jó választ kapok. Sajnos a válasz az, hogy igen, lévén elhangzott, hogy a manuál oldalak fejezetekre vannak bontva, számmal jelölt fejezetek. Ezek után valamilyen sorrendben a keresés végigmegy ezeken a fejezeteken. Nyilván az lenne a logikus, hát előbb az egyes, aztán a kettes, aztán a hármas, aztán végén a nyolcas. Na most azért abból is kiindulhatsz, hogy én az egyest és a nyolcast, jó, meg a hatost viccből kiemeltem, mint fontos fejezeteket, de valószínűleg azért emeltem ki a nyolcast, mert az tényleg fontos. Mit ad Isten, a man is úgy működik, hogy először az egyes fejezetben keres, utána a nyolcasban, és csak utána jön ez, hogy nagyon kettes, hármas, és így tovább. Ezek után igazából te olyankor fogsz esetleg rossz választ kapni, hogyha ugyanazon a néven több különböző fejezetben találsz leírást. Na most az eléggé egyértelmű, hogy az egyes fejezet parancsok, a kettes fejezet szintén parancsok. Azt lássuk be, eléggé abszurd elképzelés lenne, hogyha lenne egy Z nevű parancs, amit normál user használ, meg egy Z nevű a rendszer gazdának. Ugyanazzal a névvel valószínűleg nem fogsz találni, sőt, nem valószínűleg biztosan nem fogsz találni, különböző fejezetekben. Viszont nem véletlenül emlegettem itt a regisztrit, mint mondtam, különböző konfigurációs fájloknak például van leírása szintén a dokumentációban, és így módon simán lehet olyan, hogy egy parancsnak ugyanaz a neve, mint egy konfigurációs fájlnak, és az egyiknek az egy leírása az egyes fejezetben van, a másik a négyesben, az ötösben, a hetesben, nem tudjuk hol. Én nem tudom kezdve, ha egyszer a sorrend az, hogy előbb a parancsok, utána minden egyéb, akkor felhasználóként ez teljesen jó, mert úgyis a parancs érdekel, de amennyiben te mondjuk már adminisztrátorként keresel a dokumentációt, akkor lehet problémás, hogy te a konfiguráció dokumentációját keresed, ami hátrébb van a keresési sorrendben, mint a parancs, ezért aztán megkapod a parancsdoksiát, mert van ilyen nevű parancs. Ezért van az, hogy itt az utolsó három sorban mutatom, hogy három különböző módon mondhatod, hogy te hol akarod azt a szerencsétlen dokumentációt megkeresni. A leggyakoribb, mert ugye legkevesebbet kell gépelni, az, hogy man a fejezet száma, ugye technikailag a neve, de hát ugye számmal nevesítjük, és utána annak a dokumentációnak a neve, amit ugye keresni akarok. Nyilván az, hogy man egy man, az egy erős fölösleges megadás lévén az egyes fejezetben keres legelőször, tehát nyilván azt fogja mindenképpen megtalálni. De ugyanezt megadhatod úgy is, hogy kises egy, illetve nagyes egy, s mint section, azaz rész, fejezet, ki hogy szereti fordítani. Technikailag ott lenne érdemes, hogy egy olyan példával érdemes, lesz majd kipróbálni, amikor már ténylegesen tudok mutatni példát arra, hogy valami egyszer szerepel parancsként egy egyes fejezetben, és mondjuk konfigurációs fájlként négyes fejezetben. Egyébként a vicc az, hogy mint említettem, összesen eddig 10 parancs hangzott el, és ebben már volt olyan. Ami pontosan beleesik abba, hogy ugyanolyan néven van egy parancs, mint egy konfigurációs állomány. Ezek az szerint ugye nyilván, ha a konfigurációs állományt szeretnéd, akkor lennél te kénytelen ebben az utolsó három formából valamelyiket használni, mert ugye alapból különben az egyes fejezetben itt kapnád meg. Végül
ami igazából ide illik, csak aztán valamiért már nem tudom miért, de nem írtam ide. Emlegettem, hogy a dokumentációban sűrűn vannak egyéb dokumentációra utaló hivatkozások. Ezeknek a formája pedig úgy néz ki, hogy MAN, nyitókerek zárójel, egy zárójel, ezzel jelzi, hogy ő arról beszél, aminek a dokumentáció az egyes fejezetben a MAN néven érhető el, tehát ugye itt ez az utolsó három formátumban megcímezhető doksima. Természetszerűleg ez akkor is így néz ki, hogyha nem az egyes, hanem a kettes, hármas, nyolcas fejezetek bármelyikében szereplő dokumentációra hivatkozik, tehát mit tudom én, termiós zárójel 7, zárójel bezárva. Na most, innentől kezdve úgy gondolom, hogy nyugodtan mondhatom azt, hogy a továbbiakban nekem bőven elég arra koncentrálni, ami nem triviálisan olvasható ki a dokumentációból. Mert amikor azt mondom, hogy bocs, wifi hálózat bekonfigurálása VPA supplicant, akkor innentől kezdve mindenki tudja, hogy akkor hosszú tömött sorokba el kell olvasni a VPA supplicant manuálját. Ha azt mondom, hogy a hálózat konfigurálásához a következő öt parancs kell, akkor ne arra számítsatok, hogy én felsorolom az öt parancs 48 opcióját és paraméterezését, mert hogy ezek elvileg dokumentáltak. Nyilván azért fogalmazok ilyen titokzatosan, hogy elvileg, mert hát ugye emberek vagyunk, láttunk már hibás dokumentációt, aki nem annak gratulálok, örülök, úgyis meg lesz majd. Úgyhogy tudjál róla, általában az egy ilyen elvárás, ne haragudj, informatikus vagy, feltételezhető rólad, hogy érted azt, hogy olvas utána. Ráadásul itt nincsenek ilyen kizárókok, hogy nekem nincs neten, nem látok ki, nem tudom használni a Google, nem az a kedve... Bocs, föl van telepítve. Ha tehát a gépet eléred, akkor innentől kezdve ezt el kell tudod olvasni. Na most. Mi az a TLA? Habár ugye itt lapoztam egyet, és ez nagyon baráti címe van, rövid kitérő a TLA irányába. És aki tudja, hogy mi a TLA, az meg sűrűn csuklik, mert TLA egy darab nincsen ezen az ábrán. Szóval mi az a TLA? Three Letter Acronym. Azaz a három betűs rövidítések. Nek a rövidítése a TLA. És konkrétan arra utal ez a kis bugyut, a kis ábrácska, hogy aki Unixos, Linuxos világban, mondjuk úgy, hogy kezdőnek számít, és természetszerűleg felteszi mindazokat a kérdéseket, amiket minden kezdő feltesz, azokhoz általában rendkívül baráti válaszok szoktak érkezni. Kezdődik az első, az RTFM, hát ugye mondani nem mondhatom, hogy ez mit jelent, úgyhogy leírva egy nagyon baráti és nagyon-nagyon szolídan leegyszerűsített formája, Read That Funny Manual, hát ez a harmadik szó az, amit nem egészen így szoktak implementálni, magyarul ne kérdezz, olvas! Hát nem hangzott el elégszer, hogy ott a dokumentáció? Egyébként, hogy világos legyen, egy ilyen RTFM típusú válaszban egyébként nem feltétlenül a lenézés van benne, sokkal inkább az van benne, hogy vedd észre, nem csináltad meg a házi feladatot. Azaz, amit kérdeztél, az olyannyira triviális, hogy például benne van a manuálban. Tehát buta! Az LS-nek melyik az az opciója, hogy? Már elnézést, próbáltad azt, hogy van LS? Vettél már végig a 45 opcióján? Értelmezted, hogy mi van odaírva? Igen! Hát akkor nyilván nem tetted fel a kérdést, mert le van írva. Az egy másik dolog, ha esetleg azt mondod, hogy tudom, hogy van egy nem dokumentált opciója, ami azt csinálja, hogy. Erre egyébként azt szokták válaszolni, hogy ja, ha te már ilyen profi vagy, akkor read the source, Luke, azaz RTSL,
Magyarul, bocs, ha te tudod, hogy van egy nem dokumentált opciója, tehát ezt valahonnan megszereztem, nyilván elolvastad a dokumentációját és láttad, akkor miért nem veszed elő a forráskódot és nézed meg azt? Ebben nem menjünk bele. Szóval az első az egyértelműen jelzi azt, hogy te valami olyan feladatot akarsz másra hárítani, amihez neki köze nincsen. Te vagy, aki a feladatodat nem végezted el, lévén egyszerű eszközökkel megkaphatnád a kérdésedre a választ. Szerintem azért azt alapvető lenne elmondani, hogy ezek az archaikus dolgok, amiről te itt beszélsz, 2013-ban már nem állnak. Hát igazából itt beírjuk a Google-be is. Jó, amikor már nem lesz kamera, akkor ezen elvitatkozgatunk, mert látszik, hogy te se voltál olyan szerver környezetből, ahol nem láttál ki, és Feredéka ritka volt. Nem írod be a Google-be, mert nincs hova, és itt tovább. Na, szóval, következő nem annyira kezdőknek szóló, de egyébként ugyanúgy jellemzően kapod válaszul a kérdésedre, ezt a rendkívül barátságos TED-kac. Ugye ott a kifejtése, hogy a probléma a billentyűzet és a szék között van. Vizuálisan elképzelve ez ugye azt jelenti, hogy te vagy a probléma forrása. Magyarul te nem jól csinálod, te nem jól keresed, te nem megfelelő irányba indultál el. Na most, hát ugye a your mileage may vary, hát nekem ment, ha mászlid van, neked is fog. Jellegű válasz, ugye in my humble opinion, ugye ez a rendkívül kedves, hogy ó, azért nagyon-nagyon szerény véleményem szerintem úgy hülye vagy, mint a, és egyébként, illetve hát ugye az utolsó, ezt szokták egyébként elfelejteni, hogy próbáljuk már meg egyszerű eszközökkel megoldani azt, amit csinálni akarunk. Keep it simple. Az, hogy a stupid van vagy nincs, az már nem érdekes, az már csak egy ilyen plusz réteg rajta. És oka egyébként persze nagyon egyszerű, ugye a Linux kapcsán többször elmondtam, hogy ez egy Unix nevű, 1970 környékén kialakult operációs rendszernek egyfajta klónja. Na most arról a szegény Unixról nem akarok többet mondani, csak úgy az érzékeltetés kedvéért, egy PDP-7-en fejlesztették ki, aminek volt 8 kilobájt központi tára. Most azért abban a 8 kilobájtban sok minden nem fért el, tehát ott volt egy ilyen alapvető elf, hogy könyörgöm, hát nincs elég memória, próbáld már leegyszerűsíteni a dolgokat, mert nem férsz el a 8 kilobájtban. Nyilván ma, amikor, ugye, ahogy mondani szokták, a okos telefonomban több memória van, mint a szerveremben, akkor ez persze egy nevetséges érv, bármire is. Válaszként ennek ellenére azért időként az ember fejéhez vágják, hogy ember, gondolkozzál már, tehát vedd már észre, hogy a bal füled mellől vakarod a jobb alkadat, holott csak egy kicsit kéne gondolkodni, és már is rájönni, hogy van egy sokkal egyszerűbb módszer. A kollega egyébként ugye elárulta az egyszerű módszert, hogy az ember nem dokumentációt olvas, hanem kiválaszt egy keresőgépet, beírja, és visszatértünk ugyanoda, mint a mannál, hogy jól kell megfogalmazni a problémát. Sajnos bizonyos esetekben ez reménytelen, mert maga a probléma egy eléggé általános jellegű valamire, tehát kapok 47 milliárd találatot, mire végigolvasom, addigra nyilván megszűnik a probléma is. De attól úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt ez az a pont, ahol én abba hagynám. Picit, ugye tovább jutottam annál, mint ahogy eredetileg terveztem, ugye még reggel. Picit kevésbé jutottam tovább, mint ahogy délben gondoltam, hogy esetleg idáig lenne érdemes elmenni. Úgyhogy itt fogjuk folytatni csütörtökön. Házi feladat a következő. Egy, mindenki ugye biztosan úgy megy el, hogy tudja, hogy azt ott aláírta. Kettő, azon a doksin, amit kaptatok, rajta van, aki megpróbálta és visszapattant, azt próbálja meg újra még egyszer. Tehát ugye talán még emlékeztek, szabadszoftverkormányok.hu/Ilias. Ezen az oldalon, ha jobban megnézed, fogsz találni egy regisztrációs linket, ott regisztrálj be. Ma még, meg csütörtökön reggel még nem érdekes, de csütörtökön este már érdekes lesz. Tehát légy szíves a regisztrációt, ejtsd meg. És ezen kívül házi feladat a következő.
Térképezd föl, hogy a saját környezetedben, ahol dolgozol, van-e valamilyen, mondjuk úgy, hogy céges szinten kitüntetettnek minősített Linuxos disztribúció? És telepítsél kettő darab Linux. Az egyik legyen az egyszerűség kedvéért az az Ubuntu, ami itt volt. Tehát én azt mondanám, hogy a 12.04-es szerver felül mást is rakhatsz, de a lényeg nekem ugyebár a karakteres felület. Tehát a desktop ilyen értelemben nem érdekes. És ezen kívül egy másikat, ez a másik legyen az a ti cégeteknél preferált izé. Azaz, akinél azt mondják, hogy SUSE, légy szíves, telepíts egy SUSE. Ha ugye a kereskedelmi SUSE-hez nem férsz hozzá, akkor Open SUSE. Ha Rehel, akkor ezek helyett Fedora. Ha nálatok a kutya életében még nem hallott arra, akkor hasra ütésszerűen választasz egy másikat. Menjél végig a telepítésen. Az, hogy hogy állítod be, azon leginkább az a lényeg, hogy menjél rajta végig, és értsd meg a kérdéseket. Tehát nem az a szempont most, hogy valóban legyen 48 diszk összefogva egy RAID 5-ös tömbbe titkosított elvérme, mert nem érdekel, mert nem te csinálod, hanem a telepítő. Innentől nem nyertél vele semmit. Vegyél föl vele egy felhasználót, ezt ugye a telepítő megteszi. Majd, miután ez mind a két géppel megtörtént, ilyen szempontból lenne jó, hogyha ez két különböző disztribúció lenne, mindazokon a parancsokon menjél végig, ami máma elhangzott. Ezek, mint mondtam, minimum 10 voltak. Mert ugye itt volt egy oldal 7 parancsal, volt egy man, ez 8, ezen kívül volt egy exit, egy logout, ez 10, technikailag a man mellett volt egy apropos, egy what is, ez 12, tehát azért azt mondom, hogy nincs elég ez az életes túlzás. És az egyszerűség kedvéért kezd az, de hogy végigolvasod ezeket a manuálokat, nem bonyolultak, tehát azért ezek a parancsok nem 60 oldal doksival rendelkeznek. Szokjon egy kicsit, és egy-két parancsot, mondjuk a felét ennek az előbb felsorolt 12-nek, igenis próbáld ki. Ha lehet, akkor ne csak magát a csupasz mezítlápos parancsot, hanem egy-két opcióval. Én személy szerint úgy képzelem, hogy ebben azért olyan nagyon sok problémaforrás nincs, ez csak szimplán időigényes. Ezzel egyetértek, de ugye a cél mégiscsak az lenne, hogy csütörtöktől, amikor te valódi, ennél azért kicsit mondjuk úgy, hogy fantáziadúsabb feladatokat fogsz kapni, akkor azért a gép már meglegyen. És nyilvánvalóan nem fogok végigmenni, nem tudom, nagyságrendnek 95 emberen, hogy légy szíves, mutasd meg. De úgy szeretném, hogyha én azt kérdezem, hogy és megvan-e mindenkinek a két telepítés, akkor senki ne érezze úgy, hogy neki tirulnia kéne. Jó? Na, hát akkor én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem valami haszon is van. És aki úgy gondolja, akkor csütörtökön 9-kor folytatjuk, és legyünk tovább kicsit gyakorlatilag sok irányban.